Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Az a happy day! Hitvallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióba. Ezért mondjátok, hogy hiszem, hogy régen harag gyermeke voltam, de Isten a názáreti Jézus Krisztus által megszabadított, és a szellememet, amely halott volt, megelevenítette, és felültetett engemet a mennyekbe, megáldott minden mennyei áldással, és hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam a vízkerességben, és ahogy megvan írva, fölszabadultam a bűnnek az uralma alól, és kegyelemnek az uralma alá helyezett engemet ingyen, hitáltal, kegyelemből, hogy az ő ismeretét és jelenlétét hordozzam ebben a jelenvaló világban. És hiszem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus szent szellemben és tűzben merít alá mindazokat, akik hisznek ő benne és veszik a szent szellemet. Én hiszem ki Jézus Krisztusban, mind az én főpapomban, aki mai napon is szellemel és dicsőséggel, tűzzel tölt be engemet, mert éhezem és szomjazom az igazságot. És megvan írva, hogy aki éhezik és szomjazza az igazságot, az megelégítetik. És hiszek a Szent Szellemben, és hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten, személy, és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, és a testem a Szentléleknek a temploma. Ezért dicsőítem Isten testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké, és elvetem magamtól minden megkörnyékező bűnt, az atmoszférámból minden gonosz, tisztátalan szellemet, a názáreti Jézus Krisztus nevében, hogy az Úrnak a szelleme rám szálljon, betöltsön, körülvegyen, elárasszon, és megújítson engemet a mai napon is, mert megvan írva, hogy test nem használ semmit, szellem az, amely elevenít a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve. Első rész. Dávid király nagyon megöregedett, és időskora miatt állandóan fázott. Szolgái hiába próbálták takarókkal melegíteni. Végül azt javasolták a királynak. Hadd keressünk urunknak egy fiatal szűz leányt, aki gondozza a királyt. Ha ez a leány a király karjai között fekszik, akkor urunk nem fog fázni többé. A király szolgái tehát keresni kezdtek egész Izraelben egy szép leányt, hogy szolgálja a királyt. Végül rátaláltak a súnémi Abiságra, akit el is vittek Dávidhoz. Ez a leány valóban nagyon szép volt. Ettől fogva ő ápolta és gondozta a királyt, aki azonban nem hált vele. Adónia, Dávid fia, akit Haggit szült Dávidnak, Daliás termetű férfi volt. Adónia később született, mint a féltestvére, Absalon. Adónia elbizakodottságában ezt mondta. Én leszek a király Dávid után. Saját testőrökből álló kíséretet szerzett magának, amely lovasokból, harci szekerekből és 50 gyalogos katonából állt. Ez utóbbiak mindig Adónia harci szekere előtt futottak, akárhová ment. Dávid azonban soha nem szólt Adóniának, és nem vonta kérdőre, bármit is tett. Soha nem dorgálta meg, fiam, miért viselkedsz így? Adónia tanácskozott Jóábbal, Ceruja fiával és Ebjátárral, a pappal, akik a pártjára álltak és támogatták. Azonban voltak, akik nem csatlakoztak Adóniához. Cádók pap, Benája, Jójádá fia, azután Nátán próféta, Símei, Réi, meg Dávid testőrei. Ezután történt, hogy Adónia juhokat, marhákat és hízlalt borjakat áldozott a kígyó sziklánál, a Rógél forrás mellett.
Erre az alkalomra meghívta a testvéreit, a király összes fiát, és Júda törzsének minden királyi tisztségviselőjét, csak a következőket nem hívta meg. Salamont, a testvérét, Nátán prófétát, meg Benáját és a király testőreit. Nátán próféta azonban megtudta ezt, és felkereste Betsabét, Salamon anyját. Ezt kérdezte tőle. Nem hallottad, hogy Adónia, Haggit fia lett a király? Urunk Dávid pedig semmit nem tud róla. Most hát hallgass rám. Hadd adjak neked tanácsot, hogyan mentheted meg az életedet és fiat Salamon életét is. Menj be Dávid királyhoz, és mondd ezt neki. Uram királyom, nem úgy van-e, hogy esküvel erősítve megígérted szolgálódnak? Egészen biztos, hogy a fiat Salamon lesz utánam a király. Ő követ engem a trónon. Akkor miért lett mégis Adónia a király? Amíg te beszélsz a királlyal, én is bemegyek hozzá, és megerősítem szavaidat. Így hát Betsabé meglátogatta a királyt, aki már nagyon öreg volt, és a hálószobájában feküdt. A súnémi Abiság volt mellette, aki szolgálta a királyt. Betsabé fejet hajtott, majd földre borult a király előtt, aki megkérdezte tőle. Mit kívánsz? Betsabé így felelt. Uram királyom, te megesküdtél nekem, szolgáló lányodnak az örökkévalóra, Istenedre. Egészen biztos, hogy a fiat Salamon lesz utánam a király. Ő követ engem a trónon. Most pedig Adónia lett a király. Te pedig, uram királyom, nem is tudsz róla. Adónia éppen most nagy lakomát tart. Sok bikát, hízlalt borjút és juhot áldozott, és meghívta a király összes fiát, Ebjátár papot és Jóábot, a hadsereg vezetőjét. De Salamont, a szolgádat nem hívta meg. Most hát, uram királyom, rajtad van egész Izrael szeme. Neked kell megmondanod, ki legyen a király utánad. Máskülönben miután te, uram királyom, pihenni térsz őseid mellé, Adónia engem és Salamont lázadónak fog tekinteni. Mialatt Betsabé a királlyal beszélt, megérkezett Nátán próféta is. A szolgák jelentették a királynak. Itt van Nátán próféta. Nátán bejött, és földre borult a király előtt. Azután ezt kérdezte. Uram király, te mondtad azt, hogy Adónia uralkodjon utánad, és ő jön a trónodra? Mert ő ma nagy vendégséget rendezett. Sok bikát, hízlalt borjút és juhot áldozott. Meghívta a király összes fiát, a hadsereg vezetőit és Ebjátár papot. Ezek együtt lakomáznak, és azt kiáltják, éljen Adónia a király! Azonban engem a te szolgádat, Cádók papot, Benáját, Jójádá fiát. És szolgádat Salamont, bennünket nem hívott meg Adónia. Uram királyom, valóban tőled van ez a dolog? Ha igen, akkor miért nem mondtad meg szolgáidnak, ki fog követni a trónon? Akkor Dávid behívatta Betsabét, aki megállt előtte. A király megesküdött. Az örökké valóra esküszöm, aki örökké él, és aki megszabadította a lelkemet minden bajból, hogy bizony ma megteszem, amit régen esküvel megígértem neked. Mert megesküdtem neked az örökké valóra Izrael istenére. Egészen biztos, hogy a te fiad Salamon uralkodik utánam, és ő ül majd a trónomra. Akkor Betsabé arccal a földre borult a király előtt, és ezt mondta. Uram, Dávid király, örökké élj! Majd Dávid ezt parancsolta. Hívjátok ide Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójádá fiát. Azok be is jöttek, és megálltak a király előtt, aki ezt parancsolta nekik. Vegyétek magatok mellé szolgáimat, Salamont ültessétek fel az összvéremre, és vonuljatok le a Gihon forráshoz. Ott Cádók pap és Nátán próféta kenje fel Salamont egész Izrael királyává. Azután fújjátok meg a trombitákat, és kiáltsátok. Éljen Salamon király! Azután vonuljatok fel ide, és Salamon üljön a trónomra, mert helyettem ő lesz király. Őt választottam, hogy uralkodjon Izrael és Júda fölött. Benája, Jójádá fia így válaszolt a királynak. Ámen! Úgy legyen!
Mondjon rá áment az örökkévaló, uram, királyom istene is! Ahogyan az örökkévaló vele volt urammal a királlyal, úgy legyen Salamonnal is, és tegye trónját még hatalmasabbá, mint uram Dávid király trónját. Akkor Cádók pap, Nátán próféta, Benája, Jójádá fia és a királyi testőrség felültette Salamon Dávid király összvérére, és levonultak a Gihon forráshoz. Cádók pap a szent sátorból kihozta az olajtartót, amelyben a szent olajat őrizték. Az olajat Salamon fejére öntötte, így kente fel királlyá. Megfújták a trombitákat, és az egész nép azt kiáltotta. Éljen Salamon a király! Majd felvonultak a Dávid városába, és az egész nép nagy örvendezéssel és sípokat fújva követte a királyt. Olyan hangosan kiáltoztak és ujjongtak, hogy a föld is meghasadt hangjuktól. Ez alatt Adóniá és vendégei éppen a lakoma végére értek, és meghallották ezt a nagy zajt. Joáb megkérdezte, amikor a trombita hangját hallotta. Mit jelent ez a nagy zaj? Mi történik a városban? Amikor ezt mondta, betoppant Jonatán, Ebjátár pap fia. Adóniá megszólította. Gyere csak, te megbízható ember vagy, és biztosan jó hírt hoztál. Ő pedig így válaszolt. Nem, Dávid király Salamon tette királyjá. Elküldte vele Cádók papot, Nátán prófétát, Benáját, Jójádá fiát és a királyi testőrséget, akik Salamont a király összvérére ültették. Azután Cádók pap és Nátán próféta királlyá kente Salamont a Gihon forrásnál. Onnan felvonultak a Dávid városába nagy örvendezéssel. Ettől zajos a város, ezt hallottátok ti is. Salamon már ott is ül a királyi trónon, sőt a király szolgái és főemberei is mind oda mentek urunkhoz, Dávid királyhoz, és kifejezték jó kívánságaikat. Isten tegye Salamon nevét még híresebbé, mint a te nevedet. Tegye Salamon trónját még hatalmasabbá, mint a te trónodat. A király erre meghajolt a fekvőhelyén, majd ezt mondta, áldott legyen az örökkévaló, Izrael istene, aki engedte meglátnom, hogy ma az egyik fiam ül a trónomon. Ennek hallatán Adóniá vendégei megrémültek, és mind szétszélettek. Adóniá is felkelt, és mivel félt Salamontól, sietve elment a szent sátorhoz, és megfogta az oltár szarvát, hogy ne öljék meg. Salamonnak jelentették. Adóniá fél tőled, Salamon király, ezért elment és megfogta az oltár szarvát. Azt mondta, esküdjön meg Salamon király, hogy nem fogja szolgáját megöletni. Salamon erre így válaszolt. Ha Adóniá úgy él, hogy hűségét bizonyítja, akkor a hajaszála sem görbül. De ha valami gonoszságot követel, akkor meg kell halnia. Akkor Salamon király elküldte szolgáit, akik elhozták Adóniát az oltártól. Adóniá a király elé járult és meghajolt előtte. Salamon pedig azt mondta neki. Menj haza! Következik Németh Sándor napi üzenete. Nyilván a Szent Háromságnak a harmadik személye, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a Szentléleknek a jelenlétébe, ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet túlértékelni ennek a szellemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az uralom, az Istennek az uralma, az tartósan megvalósul az ember életébe. A Szentlélek már személy, és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy még különösen friss keresztények ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony, akár szellemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben, voltak olyan dolgok, amivel a Szentlélek egyáltalán nem vált vállalt közössége. Sőt, miután kikerültünk egy olyan összevetelről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el, és az dominálta, és határozta meg, ami volt a szívünkben.
és ezért utána lett feladatunk, különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a Szentlélekkel való betöltekezés után. Persze, Isten ilyennek lát tégedet a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel hogy ő mindenható, örökkévaló, az ő látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudod, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő. Ő egybe látja a jelenünket, jövőnket és az örökkévalóságunkat. Ő azonnal látja, hogy mik leszünk. Ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyenek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd. De annyian nagy bizalommal van bennünk, hogy már az újjászületés után minket ő szentnek lát. Valami olyasmi történik, de viszont Isten csodálatos dolgot látott benne, és tudom, hogy a Szentlélek nagyon-nagyon csodálatos jelenlétet tud megosztani velünk. Olyan gyönyörű, amikor kikapcsolódunk ebből a látható világba, benn vagyunk Isten természet fölötti erejének az uralmába, úszunk a Szentlélekkel, és alámerülünk. Nagyon csodálatos. De ne feledkezzetek el ezután a minőségi változásról, hogy ne csak az élményt, hanem hasznot is kell húzni belőle. A legnagyobb haszon, hogy nem testi ember leszel, hanem szellemi ember leszel, akkor a természet is elfogadható. Mert az nem kérdés, hogy az Atya meg Jézus Krisztus elfogadja a bennünk lakozó szent lelket. Az nem kérdés, hogy a kegyelmet, amit adott, azt elfogadja. A kérdés az, hogy a természetemet is elfogadja az Úr. És erre a válasz az, hogy csak abban az esetben, ha nem testi, ha nem pszichikai, hanem szellemi az állapotam és a minőségem, és ahogy mondja Jézus, jó fa, jó gyümölcsöt terem. Nem lehet mérgezett gyümölcsöt, jó fa, jó gyümölcsöt terem. Tehát akik szellemi emberek, azok nem bűnbe élnek, nem bűnkövetnek el, nem uralkodik fölöttük az indulat, a harag, a gyűlölet, a haragjukat, indulatokat tudják kezelni természetesen, és különösen nem rabjai a szexuális tisztátalanságoknak, a gondolkozásmódjuk, akaratuk, érzésük, tehát lelki szinten is teljes mértékben összhangban vannak Isten igéjével, és a lelkük is Istennek az uralma alatt áll. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Lester Sumrall, Életem. Kiadta a Patmos Records 2015-ben. Fordította Petrőc Katalin. Csapatmunka. Egy nap Amerika egyik legnagyobb felekezetének főfelügyelője elment egy konferenciára Walesbe, és ott szívrohamban meghalt. Akkor már évek óta írtam az életrajzát. Sokszor eljött hozzánk, és eltöltött South Bendben egy-két napot, hogy az életrajzán dolgozhassunk. Már majdnem befejeztem a könyvet, amikor meghalt. Jaj, most 2 év munkája kárba vész, gondoltam. Mit csináljak? Megkérdeztem a feleségét, Ruthot. Nem jönnél el South Bendbe, hogy befejezzük az életrajzot? A gyülekezetünk egyik családjánál ellakhatnál. Beleegyezett. Kedves barátom, dr. Howard Carter akkoriban érkezett hozzánk látogatóba, így hát esténként így szóltam a feleségemnek. Telefonálj át Ruthnak, hogy jöjjön és vacsorázzon velünk. Előfordult, hogy a feleségem először a fiúknak adott tenni, így aztán a felnőttek nyugodtan beszélgethettek. Az asztal egyik oldalán én ültem, mellettem Louise, szemben pedig Ruth és Carter testvér. Vacsora után aztán Howard rendszerint így szólt, a legválasztékosabb angolságával. Kikísérhetem az autójához? Ez több este is megismétlődött. Előfordult, hogy 1/2 órába telt, míg megtették ezt az 50 métert az autóig. Egy nap aztán a következővel állt elő Carter testvér. Mr. Sumrall, beszélhetnék önnel? Persze, mondtam. Mi lenne a véleménye arról, ha feleségül venném Ruthot? Kérdezte. Csinos és nagyon intelligens hölgy, feleltem.
Ruth 50 éves lehetett, ő pedig épp akkor múlt 60. Nekem jó ötletnek tűnik. Lenne vőfély az esküvőnkön? Kérdezte Carter testvér. Kifejeztem, mekkora örömömre szolgálna. Összeházasodtak tehát, és boldogan éltek együtt. De mint minden házasságnál előfordultak nézeteltérések. Egy nap Carter testvér eljött hozzánk, és azt mondta. Mr. Samrell, soha ne vegyen feleségül özvegyet. És miért ne? Tudja, felelte a maga fanyar brit módján, a világ legremekebb embere, aki valaha is élt, sajnos meghalt. Nagyot kacagtam rajta. Springfieldben, Missouri államban éltek egy darabig. Azután visszamentek Angliába, ahol Carter újra tanítani kezdett a Hampsteaden. Ott töltöttek egy-két évet, azután Új-Zélandra költöztek, és egy gyülekezetet pásztoroltak. 25 évig voltak házasok. Howard Carter 85 évet élt, és az utolsó pillanatig prédikált. Csodálatos ember volt. Ha ma bárki meglátogatja azokat a gyülekezeteket, amelyeket együtt alapítottunk Európában vagy Jáván, talán az fog eszébe jutni, hogy a csodába volt mindenre pénzük. Nekünk nem volt. Figyeltünk Istenre és engedelmeskedtünk. Ő pedig gondot viselt az anyagiakra. Az engedelmesség hihetetlenül fontos. Howard Carter csodákkal teli élete példa erre. Isten nem diktátor, aki furkós bottal áll a hátunk mögött, de ha élvezni akarjuk a vele való együttélést, és be akarjuk tölteni csodálatos tervét az életünkben, meg kell tanulnunk figyelni az Úrra, és engedelmeskedni neki. Jól lehet, már jóval túl vagyok azon a koron, ami sokak szerint a nyugdíjkorhatár. Továbbra is csak figyelek és engedelmeskedem. Ennek eredménye az, hogy az áldások tovább folytatódnak. 110 nemzetben szolgáltam, és még ma is rendszeresen utazom. Az engedelmesség alól azonban ma sem vagyok felmentve. Időnként meglegyint a kísértés, hogy csak üljek a babérjaimon, és csodáljam azt a sok mindent, amit Isten kegyelméből véghez vittem. Nekem továbbra is csak figyelnem kell a szavára. Ha egy dolgot kellene kiemelnem, amire remélem, hogy ez a könyv megtanít mindenkit, aki elolvassa, arra hívnám föl a figyelmet, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Ahhoz viszont, hogy ezt hatékonyan tehessük, bele kell mélyednünk az igébe. Naponta olvassuk a Bibliát, ez a minimum. Kezdjük ezzel, és igyekezzünk eljutni odáig, hogy órákat tudjunk tölteni az ige tanulmányozásával napról napra. Csak akkor érthetjük meg a Bibliát, ha kapcsolatban állunk a szerzőjével. Bátorítok mindenkit, hogy értékes órákat töltsön Istennel minden nap. Hogyan is engedelmeskedhetnénk olyas valakinek, akinek nem ismerjük a hangját? Az egyház utolsó óráiban Isten azt várja el népétől, hogy engedelmeskedjen neki. Meg akarja szabadítani a világot az ördög minden ügyeskedésétől, amelyet tönkre akarja tenni az emberiséget. Ehhez mindenkire szükség van. Fiatalokra és öregekre egyaránt. Emlékezzünk csak vissza. Életének utolsó 40 évében Mózes több csodát vitt véghez Isten szelleme által, mint bármely más személy a Bibliában. Jézus 36 feljegyzett csodát vitt véghez. Mózes 44-et. Amikor ez a 80 esztendős hercegből lett sivatagi vándor átvágtatott a Sínai-félsziget homokján és bevonult Egyiptomba, elszánt volt és merész. Magát kihúzva, délcegen járt, hosszú árnyékot vetett maga mögött. Nem lehetett összetéveszteni senkivel a járását. Fejét büszkén magasra emelte, és oda kellett figyelni, ha mondott valamit. Pillantása átható volt. Isten akarata az, hogy felszabadítsalak benneteket. Szólt az izraeliekhez, és kivezette népét a fogságból és a halál kötelékeiből. Mózes története arra tanít bennünket, hogy a kor semmit sem számít,
ha Isten valakit használni akar. Mózes szolgálatának legdicsőségesebb időszaka akkor kezdődött, amikor már betöltötte a 80. évét. Sőt, az Úr nem is engedte nyugalomba vonulni 120 éves kora előtt. Akkor viszont egy szempillantás alatt dicsőségébe fogadta. Csak te döntöd el, mikor van itt az ideje a visszavonulásnak. Én annyiban készültem fel a halálra, hogy biztosítottam, semmi olyasmi ne történhessen, ami kedvezőtlen fordulatot hozhatna a szolgálatunkban. Nincs magánbirtokom, nincsenek kifizetetlen számláim, vagy ilyesmi. Ha meghalok, a szolgálat menni fog tovább. Nem mintha arra készülnék, hogy hamarosan elköltözöm. Nagyon öreg prédikátor szeretnék lenni. Részt akarok venni abban az új ébredésben, amelyet Isten már készít. Nagyon sok dolog van, amit nem végeztem el. Egyelőre. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Hétköznapok mai adásában sok szeretettel köszöntjük itt telefonnál Petrősz László hídgyülekezete lelkészét. Szia Laci, üdvözlünk! Szervusztok, mindenkit szeretettel köszöntök, és téged is, Zoltán. És egy ilyen kis gyomorszorító témáról fogunk beszélgetni, a bőtről. Na nem, ez volt a vicc része. Egyébként pont az elmúlt napokban beszélgettem egy kedves barátommal így a bőtről önmagában, és így felidéztük így a keresztény életünkben azokat a főbb mérföldköveket, amikor úgymond olyan tartalmasabb, erősebb bőjtöt tartottunk. Talán az idő tartama nem is volt ennyire lényeges, hanem a célja. És így azt állapítottuk meg, hogy amikor ezeket így fel tudjuk idézni, akkor egész biztos, hogy ez komoly súlya volt, mert megtörténtek azok a célok, vagy áttörések, vagy mérföldkövek, amik egyébként úgy előttünk célként kitűztünk a bőjt elején. Nagyon érdekesek voltak az egyéni bőjtjeink, és nagyon érdekesek voltak a közösségi, tehát amikor a gyülekezet mondjuk meghirdetett egy adott ügyér egy bőjtöt. És akkor, amikor eldöntöttük, hogy ma itt a Hit Rádióban a bőjtről fogunk beszélni, akkor gondoltam, hogy ezt mondom el felvezetésnek, mert szerintem a személyesebb kötődésnél jobb nincsen, de nyilván azért ennek van egy nagyon szép bibliai háttere is, és erről kérdezlek téged. Igen. A személyes kötődésemet én is hagyd mondjam, hogyha azt lehet. Hogyne. Hát. Én emlékszem, amikor megtértem, ugye nyilván ezt talán nem én vagyok az egyedüli, aki el tudom mondani, hogy előtte ezt a fogalmat nem nagyon ismertük, igen, illetve nem gyakoroltuk, de mégis amikor így vagy hallottam róla, és kezdtem vele foglalkozni, emlékszem még fiatal keresztény koromban, hogy ugye a megtérés, újjászületés óriási erővel ugye hatott az életemre, nagyon-nagyon sok változást hozott létre, aztán voltak fennakadások, például a természetemben való radikálisabb változás, mondjuk, hogy például bizonyos szempontból az indulataim fölött hogy tudok uralkodni, hogy tudok ugye tisztábban, szentebben élni. Ugye azt gondolom, hogy ez sokak életében ez így felszínre kerül a mézes hetek, vagy a nagy-nagy elindulások után, és amikor elkezdtem gyakorolni, persze hozzáteszem, hogy ez talán mindegyikünk életében egy érdekes ilyen fordulat, vagy akár sorsdöntő is tud lenni, mert hogy először is gyakorlati szempontból ugye rá kell erre állnunk, erre el kell tudnunk kötelezni magunkat, sokat kell tanulni, lehet azt mondani másoktól, akik ezen már végigmentek, maga a gyakorlatot nézve is, hogy lehet egyáltalán ezt végigcsinálni, hogy érdemes. Ugye például tudom, hogy Derek Prince-nek van ezzel kapcsolatban egy nagyon ilyen frappáns, nagyon gyakorlatias könyve. De minden esetre az volt a személyes tapasztalat benne, hogy amikor ugye persze erőfeszítést jelentett, és ugye az ember sok mindennel küzd ilyenkor fizikailag, de mégis azt tapasztaltam, hogy az embernek a szelleme így megnyílik, és ahogy várakozással vagyunk az Úr fele, én áttértem valóságosan olyan dolgokat, amik
ugye lelkemnek a szabályozásában, az önkontrollban, vagy az önuralom gyakorlásában tényleg olyan fordulatokat hozott, amitől az ember meg is szereti ezt és szokássá is tudja tenni ezt a böjtöt, és egy olyan fajta életté, vagy életformává tud válni, amiből azt látjuk, hogy akár egyénileg, akár közösségi szinten, családilag, vagy pedig mások életére nézve is tudunk olyan fordulatokat hozni, ami úgy mondanám, hogy belelépünk Isten munkaviszonyába, és rajtunk keresztül történnek olyan jellegű dolgok, amiknek örülni tudunk, és azt tapasztaljuk, hogy de jó, valami olyan fordulat, amit emberileg én nem tudtam volna elérni, de Isten elkezdett működni, munkálkodni, és valahogy a dolgok megváltoztak. Talán erre gondolsz te is. Nem? Így van, igen, abszolút így, egyébként így van, hogy egyrészt az nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy igen, hogy felismerje az ember, mert már kapott arra látást, hogy mondjuk mi az a lelki érzelmi tulajdonságom, ami mondjuk nem enged közel Istenhez, vagy nem teszi teljessé a közösségemet a testvérekkel, vagy ad egy meg nem értést mondjuk Isten igével szemben, és akkor tényleg így fiatal keresztényként az ember már csak a nyitottságából fakadóan is mindent ki akarok próbálni, tehát hogy jöhet ez a böjt, hadd csináljam már, de hogy igazából mi a célja, mi az eredménye, azt, amikor valóságban megéli, akkor tapasztalja. És te is, ahogy én is talán, azt gondolom, hogy fel is soroltunk jó pár célt, hogy egyáltalán a böjt a Biblia alapján miért történik, mikor használták, mikor folyamodtak ehhez a módszertani eszközhöz, amit egyébként Isten adott, mert ha nem ő adta volna, akkor nem is gyakorolhatnánk. Igen, igen. Ez így van. Tehát, hogy látod te ezt, hogy mik azok a célok, amik a bibliai alapján egyértelműen beazonosítatók, hogy igen, ebben az esetben a böjt volt az, ami előre vitte az ügyet? Hát mindenképpen egy közeledés az egyértelmű, tehát van valami, ami lehetséges, hogy hát illetve biztosan elmondhatjuk, hogy egyrészt valamit nagyon szeretnénk, és valamikor pont önmagunk vagyunk az akadálya. Nyilván az érzéki embert mondom, azt a valót, aki az egész pszichénk, a lelkünk, a testünk, ugye a testünk azért azt szeretné, ha minden nap megkapná a mindennapi kenyeret, és ez valóban áldás is, és érdekes, hogy pont mondjuk egy ilyen szempontból a Jézusnak ugye a böjtje, amiben 40 napig böjtölt ugye az újjászületés után, a vízkeresztség után, akkor pont ugye ez volt a válasz, hogy igen, az ördögnek, hogy ugye tedd a köveket kenyérré, és ugye Jézusnak ugye az volt a válasza, hogy igen, de meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Tehát például a böjtnek nagyon fontos célja, hogy valahogy az Isten igéje fele való nyitottságunkban közelebb vigyen a megértéshez, a kijelentéshez. Valahogy olyan szintű átadottságot jelent, hogy számomra tényleg az igazi kenyér és az igazi eledel az Isten szava, vagy az Isten akaratának a megértése, és amikor így fordulunk, és megtanulunk így élni, hogy fontos számomra, hogy Isten szóljon hozzám. Egyébként például szeretném, igaz, hogy most Isten tiszteletek nincsenek, de én egy nagyon jó gyakorlatnak tartom, hogy Isten tiszteletek ideje alatt én legalábbis egy részében, vagy teljes egészében, de az ember így böjtölve is keresem az Urat. Nyilván itt megjön a személyes ok is, és jön a közösségi ok is, hogy Istennek a kijelentése az iránymutatás legyen, vezetés legyen, kijelentés legyen. Tehát szerintem nagyon jó eszköz, hogy az ember ugye megtürtöztetem az én lelkemet, vagy a testemet is, ahogy mondtad a gyomor. Mi pont a gyomorszorító? Gyomorszorítót mondtál, ugye az elején? Igen, igen, igen. Az elején. Tehát, hogy valahogy visszatartom a testemet is, és a
lelkemet is, mert ugye a lelkünk, valljuk be őszintén, akkor nagyon jól érzi magát, amikor minden szép és minden jó, tehát jót eszünk, iszunk, örvendezünk, de érdekes, hogy van, amikor az ember visszatartja ezeket a nagyon fontos dolgokat egyébként, hiszen ezek azért is fontosak, mert így adunk hálát Istennek, így örvendezünk Istenbe, tehát ez nem egy olyan önmarcangolásról beszélünk, hanem egyszerűen egy magasabb szintre szeretnék mondjuk lépni, és jobban elkötelezem magamat arra, hogy ahogy az igét olvasom, hogy úgy szóljon hozzám, tanítson, megnyitom magamat. Most nem az étkezés a fontos, vagy különösen nem a világ örömei. Egyébként nagyon érdekeset mond ugye az Izajás prófétának a könyve az 58-as részben. Nagyon érdekes, hogy ez a bőcse mindegy, hogy hogyan tesszük, tehát sok dologtól, nem csak az ételtől vonom el magamat, hanem bizonyos olyan dolgoktól is szabályozom magamat, amiben tartózkodom attól, hogy, és illetve közben tisztolok attól, hogy az arroganciától, másoknak a megszólásától, gúnyolódástól érdemes a rádióhallgatóknak elolvasni az Izajás 58-at, mert több olyan lelki magatartástól is az embernek ilyenkor szinte kötelező érvénnyel elvonja magát, amit egyébként később meg nagyon jó hatással van, mert megértjük azt, hogy nem szabad így élnünk. Tehát erőszakosan, arrogánsan, indulatosan, kevélyen, gőgösen, büszkén, hanem valahogy ez egy a testünknek is egy kicsit egy alárendelése, a lelkünknek is egy kicsit alárendelése, ez valamilyen szinten ez egy a megalázkodás is Isten előtt, és ugye a bőjtöknek a több példája, ami a Bibliában előjön, akár közösségi bőjtöknél, akár egyénileg is, azt látjuk, hogy ez valamilyen módon én egy meghajlás Isten előtt is, egy alázattal való közeledés, arra nézve, amit én nem tudok, érzem, hogy nem tudom ezt megoldani, nem tudom itt most változást elérni, de valahogy, ahogy bőjtben elindulok, és keresem Istent, akkor azt tapasztalom, hogy ő bekapcsolódik ebbe a küzdelmembe, nyitogatja előttem az ajtókat, ahogy azt mondja, hogy a sötétséged is világossággá változik, tehát egyszerűen, mintha nyílnának meg az égnek a kapui, ugye például Dániel bőtje is erre nagyon jó, hogy amit ilyen elérhetetlennek, sötétnek tűnik, egyszerűen nem látok át rajta, egyszer csak nyílnak meg olyan típusú ajtók, kapuk, ablakok a menny fele, ahol az isteni segítség az tud jönni, beleértve a kijelentést, beleértve olyan fordulatokat, amiket egyszerűen előtte úgy éreztük, hogy nem megy emberileg, de itt jön be az, hogy Istennek viszont minden lehetséges. Amen. Amit mondtál, az azért is volt tényleg nagyon érdekes, mert amikor idéztél arról az részről, hogy a bőjt együtt jár megalázkodással, és a megalázásból gyakorlatilag viszont egy felemelkedés, egy még intenzívebb kiemelkedés, megoldás halmaz tud jönni. Szerintem nagyon-nagyon jó példája ennek az Ószövetségben, ugyan több helyen, de talán a Bírák könyvében, de akár Eszter könyvét is ide lehet hozni, amikor ugye egy nagy kollektív válság van, és a nagy kollektív válságot kollektív bőjtel, tehát egy közös odaszánással kezdik el megtörni, és itt is ugye általában együtt jár Isten felé, akár írját is az ige, hogy sírással és Isten kereséssel, ugye az Ószövetségben azért a meghajlásnak és a könyörgésnek azért többfajta formája van, de mindenképpen része és kulcs szereplője a bőjt, mint egyfajta megoldási mód. Igen. És ugye mi is a gyülekezetben egyrészt szerintem most így, ha visszatekintenénk akár az elmúlt több tíz évre, többször hirdettünk olyan típusú bőjtöket, amikor a gyülekezetnek egyfajta
kollektív felhívása volt, hogy lehet kapcsolódni ehhez. Ha lehet kapcsolódni, akkor együtt kiemeltem azt is, hogy azért álltam, az mindig önkéntes. De hogy lehet kapcsolódni ehhez, és akkor, hogy akkor valami nagy ügy van. Ezt te hogy látod egyébként, hogy ugye, mert eddig inkább talán az egyéni preferenciákat domborítottuk ide, amikor egy ilyen közösségi ügy van, akkor ott mi tud még jobban megmozdulni, mert egy közös ima analógiájára mondhatjuk, hogy a közös bőjt is hasonló erőket tud megmozdítani? Hasonló erőket, sőt ez ugye összeadódik. Nagyon tetszik ugye a Esdrás könyvébe, ugye amikor emlékszel, amikor ugye felhívt. Tehát volt egy hatalommal való kapcsolata ugye a Esdrásnak, tehát lehetett volna neki, hogy leírja, nagyon érdekes ez a történet, ahogy leírja, hogy kérhetett volna segítséget a királytól, de szégyelte ezt, hogy mondjuk hadsereget vagy katonaságot rendeljen mellé. Ehelyett inkább összehívta Bőjtbe ugye azt a csoportot, akit haza akart vinni, ugye a szétszoratásból, és itt nagyon hosszú útról beszélünk, nagyon sokféle kihívásnak néztek szembe, és sok veszélynek. Nagy szükségük volt, hogy olajozottan menjenek a dolgok. Ugye azért tudjuk, hogy itt rablókról, akár szomjazásról, éhségről is lehet szó, egy ilyen hosszú utazásban. És ugye a Bőjtbe hívta azt a csapatot, akikkel elindultak, hogy Isten adjon nekik segítséget, védelmet, oltalmat, vezetést, irányítást, áttörést, hogy oda jusson, célba tudjanak érni, hogy azt a feladatot el tudják látni, amiért mennek. Ugye ezt látjuk a Abcselbe is, amikor kiküldtek ugye szolgálatba, hát szolgálati ajándékokat, akkor ugye Bőjttel keresték Istent, hogy adjon nekik jó előmenetelt, vagy egy jó utat, vagy egy jó olyan áttörést, és vezetést, és irányítást, és ugye az Esdrás könyve is azt mutatja, hogy és Isten meghallgatta őket, és jó előmenetelt adott az ő számukra, tehát tulajdonképpen szükségük lett volna akár egy katonai segítségre, és mégis Isten valahogy úgy igazgatta a dolgokat felülről, hogy amerre mentek, közlekedtek, minden valahogy jó, szerencsés, áldásos, sikeres, olyan megoldások születhettek, hogy célba tudtak érni, úgy áldozatok nélkül, hogy nem kerültek ki, olyan bajba, amiből ne tudtak volna kijönni, tehát ugyanúgy egy szolgálatba való kiküldés is egy ilyen esemény, mondjuk egy új szövetségi szinten, hogy Isten úgy rendezze a sorokat, úgy nyissa meg mondjuk egy városba ugye a kapukat, az ajtókat, úgy szólítson meg embereket, akik tanítványát tudnak válni, olyan sikeres legyen ugye a prédikált ige, amely hatalommal tud szólni, fel van kenve, be tud jutni a szívekbe, ott változást tud létrehozni, és el tudja érni azt, ami az Isten dicsőségét fogja szolgálni, hogy egyé válik ugye egy gyülekezete. Hát ez a mai szemmel nézve is, akár egyéni szinten, amikor valakinek egy tervei vannak, ugye például Jakab apostol mondja, hogy ne legyünk elbizakodottak és elhamarkodottak, hogy azt mondjuk, hogy hát elmegyünk, ezt és ezt fogjuk tenni, hanem ugye azt mondja, hogy inkább mondjátok ezt, hogyha az Úr akarja és élünk. Tehát itt jön az az egyéni keresés, kiállás Isten előtt, vagy a szolgálatokban is ez a fajta kiállás, hogy Isten adja a növekedést, Isten adja ugye a fejlődést, mert ő a növekedésnek az Istene, és az áttörésnek az Istene, a helyreállításnak az Istene. Amikor nagy nehézségekben vagyunk, például előfordul mondjuk a házasságunkban történik olyan dolog, hogy nem tudunk, mintha meg torpannánk, és nem mennek csak olyan egyszerűen a lelki szinten a megoldások, hanem
félreértések vannak, akadozik a kommunikáció, érzi az ember egy szellemi terhet, ami akár családi, familiáris, vagy pedig egyszerűen egy ilyen falba ütközik, és ilyenkor nagyon jó, hogy az ember bőjtől, vagy a gyerekekkel való kapcsolatban, hogy áttörést tapasztaljak, hogy most hogy meg tudjanak változni azon a területen, létrejön egy harmónia a család fölött, stb. Ez tehát bizony, ez egy férfinak, és sokszor a házaspárnak is együtt, de különösen nekünk, akik férfiak vagyunk, és kormányosok vagyunk, nekünk ez egy nagyon fontos fegyverünk a bőjt, hogy hogy tudunk a kormányzásba az Istennek a hatalmát, erejét behozni, úgy, hogy jó irányba tartson, jó szeleket kapjunk, vezetést kapjunk, irányítást kapjunk, és ha ellenséges erők is mozognak, de azokból megszabaduljunk, és kimeneküljünk az ellenségnek a szorításából. Én azt tudom állítani, és ez gyakorlatból, tapasztalatból tudom, és szerintem te is el tudod mondani, hogy a bőjt itt nagyon fontos szellemi fegyver, ami párosul, ugye, ahogy beszéltünk, könyörgéssel is, tehát ez egy zörgetés is, ez egy kérés is, könyörgés is Isten előtte, de egyben azért azt is tudni kell, hogy nem a bőt oldja meg nyilván a dolgokat, hanem egyszerűen ez egy segítőnk, ez egy olyan eszközünk, ami élesíteni tudja a megoldásokat a sorsunk formálásába, alakításába, hiszen kegyelem által élünk, és kegyelem által tartatunk meg. Mégis ezek olyan érdekes szellemi cselekedetek, tevékenységek, amiken keresztül, ugye például Jézus egy gyógyításnál mondta, hogy ez a fajta nem megy ki csak bőtölés és könyörgés által. Tehát úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy így ezek a kapuk, vagy a Dánielnek ez a 21 napos bőtje, hogy ahogy a 21 napban benne volt, általán fele tartott, akkor ugye látszott, hogy olyan tapasztalásai voltak, hogy Perzsia fejedelme, Görögország fejedelme ugyan akarta akadályozni a meghallgatást, de mégis áttöréseket tapasztalt, és jöttek a válaszok, és jöttek a jó hírek, és jöttek az áttörések. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.